namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Elolvasunk egy verset Srimad Bhagavatamból, 15. fejezetből, 43-as, 44-es versek. Rago dvesha chalobascha. Rago dvesha chalobascha. Rago dvesha chalobascha. Shoka moho bayam mada. Shoka moho bayam mada. Manova manosuya tsuya cha. Manova manosuya cha. Maya himsa cha matsara. Maya himsa cha matsara. Parabok. Rago dvesha chalobascha. Szépen. Van még a második része ennek, vagy a második vers, mert ez 2-1-ben van, csak egyet felírtunk, 44-es. Rája pramada kshunidra, sátravasztáj vammada, rajasztamas prakritya, sattva prakritya kvacit. Mielőtt olvasunk a szó szerint. Ki tudja már egy pár szót ebből mondani magyarul? Igen? Igen, ragadvésa. Igen, ez a... Moha mósa, vagy melyik? Lóba. Lóba, így van, nagyon jó. Lóba mósa. Félelem. Csa. Csa, azaz is. Macara? Macária? Ki, hogy? Irítség. Nagyon jó. Igen. Szóval akkor le van fordítva már a vers. Ezek a... általában az embernek a fő tulajdonságai, aki anyagi világban él. És felolvasunk a versnek a fordítását, utána megkérem valakit, aki Redea Prabhu talán a magyarázatot, hogy gyorsabban legyen. És most ezek, amit fogunk olvasni, a tulajdonságok, nem véletlenül ez a vers, itt egy szó nincs, szó Balarám nem találtunk ebben mindkét versben. Viszont ami ma fogunk beszélni, az az Úr Balarámnak megbeszéljük, mi a természete, a tatvat,
és ugyanakkor megbeszéljünk az ő szerepét a mi életünkbe, hogy hogyan ő nekünk tud segíteni abban, hogy a transzcendentális tudás az nem maradjon bennünk, mint egy információ. Mert mi már sokan tudjunk, valaki ismeri Bhagavad Gita-ból 10 slokát, valaki 108, valaki ismeri az egész Bhagavad Gita-t, Bhagavatamból sok verset, nagyon jó tud beszélni, és minden érti, de ez még információ. Ez nem tudás. A védikus rendszer meghatározza, hogy a tudás, ami mi nekünk most van, vagy most nem akarok mondani mi, mert biztos vannak itt, akik már megvalósítottak, fogok mondani általában, de ha valaki netán találja magába ezeket a dolgokat, akkor egy csapatba evezünk. Hogy általában, amit tudásnak mi nevezünk, ez, hogy mi elméletileg mindent tudjunk, hogy mi lelkek vagyunk, hiszünk Istenben. Ki hisz Istenben? Mindenki. Igen. Hát mindenki hisz, nem csak, hogyha kimegyünk a faluba, megkérdezünk, ott ugyanaz lesz. Szóval mindenki hisz Istenben. Aztán van a különbségek, valakik azt mondják, hogy öreg bácsi Halloweenben van, a felhő ott ül, mi mondjuk, hogy kék, tolvaj, hazug, teheneket legelteti, trágyába játszik, póros az arca, falusi Isten, mi így mondjuk. De a védikus rendszer magyarázza, hogy a tudás az nem amikor csak valaki tudja, mert elolvasta, hanem amikor látja Istent. Akinek a szívébe, aki felkerekedett a kettőségből fölött, az rendelkezik transzcendentális tudással. És pont ezek a kettőségek, ami a szennyes tudatnak a tulajdonságai, az ott maradnak, hogyha valaki még jön Krisna tudatba, és elkezd, felveszi a ruhát, megborotválja a fejét, rakja szép tilakot, zseniálisan, hibátlanul, és szépen tud ülni a leckén, és nagyon ül szépen a japán, egyenes háttal. Az még csak egy külsőség, de a legfontosabb, amikor megváltozik a szív. És Balarám azért jön, hogy mert Krishna akarja, hogy mi kapjunk ezt a tudást. De Balarám nélkül mi nem tudjunk. Lehet japázni, lehet írni Krishna völgybe 10 000 éven keresztül, de hogyha nem, Balarám nem fog nekünk segíteni, mert vannak, amit fogunk most beszélni, és fogunk látni, hogy vannak olyan szívbe szennyeződések, ama, mentális toxinok, ami Balarám nélkül nem fogunk tudni esélytelen ezt kitisztítani. És akkor ma erről lesz szó. Lesznek pár történetek, de most nem részlet szempontból megyünk, én is szeretem bemenni a részletekbe, mert nagyon jó, hogy hogyan megüli Balarám barátokkal a Denukaszúrát, nagyon vicces az egész, de ma nem lesz idő erre menjünk, az lehet Vénu Gitában elolvasni részletesen, ma próbáljuk meg szívtisztítás szempontjából megközelíteni bizonyos történeteket, ami mutatja szépen a szennyeződések a szívükbe, még akkor mindegy, hogy ki hány éve gyakorol, hogyha nincsen segítség, nem fog menni. Ez mindjárt ki fog derülni. Ez nem én mondom, ez mondják az acsárják, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, Srila Sivarama Swami Maharaj, és az ők képviselő bakták, akik közöttük is vannak, van képviselők, ők is ezt tudnak. Rendben, felolvasom akkor a fordítást, hogyha látni fogunk. A feltételekhez kötött, olvasám, vakság.
A feltételekhez kötött állapotban az ember életfelfogását néha a szenvedély és a tudatlanság szennyezi be, ami a ragaszkodásban, a gyűlöletben, a mohóságban, a bánatban, az illúzióban, a félelemben, az őrültségben, az áltekintélyben, a sértésekben, a hibakeresésben, a csalásban, az irigységben, a türelmetlenségben, a szenvedélyben, a zavarodottságban, az éhségben és az alvásban nyilvánul meg. Ezek ettől egyig az ellenségeink. Van, amikor az ember felfogását jóság is szennyezi. Srila Prabhupád magyarázat. Most figyeljétek az első mondatot a magyarázatban. És utána folytasd, csak az első mondatot figyelj. Az élet valódi célja az, hogy hazatérjünk vissza Istenhez, ám az anyagi természet három kötőereje, néha a rajaguna és a tamoguna, a szenvedély és a tudatlanság kombinációja, néha pedig a jóság kötőereje akadályokat állít elénk. Ha valaki az anyagi világban materialista szempontból emberbarátnak, jó hazafinak vagy jó embernek számít, lelki fejlődését még ezek az életfelfogások is akadályozzák. Mennyivel nagyobb akadályt jelent akkor a gyűlölködés, a mohóság, az illúzió, a bánkódás és az anyagi élvezet iránti túlzott ragaszkodás. Ahhoz, hogy haladhassunk a cél Visnu felé, és ez az igazi érdekünk, nagyon erősnek kell lennünk e különféle akadályok vagy ellenségek legyőzésében. Más szóval nem szabad ragaszkodnunk ahhoz, hogy jó emberek vagy rossz emberek legyünk az anyagi világban. Ebben az anyagi világban az úgynevezett jó és a rossz ugyanaz, mert mindkettő az anyagi természet három kötőeréből áll. Felül kell emelkednünk ezen az anyagi természeten. Még a védikus rituális szertartások is az anyagi természet három kötőeréből állnak. Krishna ezért a következőt javasolja Arjunának. Trigunya Visaya Veda. Nishtragunyo Bhavarjuna. Nirvadvan Itya Sattvastho Niryogakshema Atmaman. A védák legfőképpen az anyagi természet három kötőeréről beszélnek, ó Arjuna. Légy transzcendentális, és emelkedj a három kötőerő fölé. Szabadulj meg minden kettőségtől, valamint minden aggodalomtól, a nyereséget és a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban. Bhagavad Gita 2.45. Egy másik helyen, a Bhagavad Gita-ban az Úr azt mondja, Urdvam gacchanti szatvasztá. Ha valaki nagyon jó emberré válik, azaz a jóság kötőrében van, felemelkedhet a felső bolygórendszerekbe. Éppen így, ha valaki a rajaguna és a tamaguna, valakit a rajaguna és a tamaguna szennyez be, itt maradhat ebben a világban, vagy lesüllyedhet az állatok közé. Ezek az állapotok azonban mind akadályokat jelentenek a lelki felszabadulás útján. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezért a következőket mondta. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Ha valaki elég szerencsés ahhoz, hogy felülemelkedjen minden ilyen úgynevezett jóságon és rosszaságon, és így Krishna és a guru kegyéből az odaadó szolgálat sikerre emelkedik, élete sikeres lesz. Az embernek vakmerőnek kell lennie, hogy le tudja győzni a Krishna tudat ezen ellenségeit. Nem szabad törődnie a jóval és a rosszal ebben az anyagi világban, hanem bátran terjesztenie kell a Krishna tudatot. Srila Prabhupád ki jár. Köszönöm szépen. Om Magyanate Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mindjárt folytatjuk ezt a témát, visszatérünk, előtte beszéljük meg az Úr Balarámnak a tatváról, vagy a természetéről, a Vrindávánban, lelki világban, Krishna. Krishnának az egyik
első kiterjedése, ami maga Krishna, de a bőr színébe változik, egy kicsit a hangulat is változik, azt az első kiterjedését úgy hívják, hogy Baladev, vagy Balaram, aki Krishna, aki élvező, és a kiterjed egy másik Baladev formában, ami lesz Sevak Bhagavan, a szolgáló Bhagavan. Maga Krishna, mint Baladev, mutatja a példát, hogy mit jelent szeretettel szolgálni Istent. És Vrindávánban Balarám többféle módon végzi ezt a szolgálatot, ami nagyon közeli kapcsolatban van Krishnával. Aztán onnan, mikor tovább kiterjed Baladev, vagy Balarám, Mahasankarsan a Vaikuntha bolygókra, ami már kicsit arrébb van a Vrindávani, Goloka Vrindávantól, úgy is hívják, hogy Narayan, vagy Mahasankarsan. Ott szintén az a tanítás, hogy a szolgálat, és ez az áhított szolgálat, ahol mindig van a legfelsőbb úr, mindenható, van távolság, és csak Dasya Rasába van szolgálat. Utána a Mahasankarsan tovább terjed ki, mondjuk így közelebb száll alá hozzánk. Jön még egy fontos dolog, hogy a Bhaktisiddhanta Maharaj magyarázza, hogy a Vaikuntha hangulat, ahol úgy mondjuk, hogy saját magáról elfelejtve ember szolgálja a legfelsőbb urat, az Úr Narayant, az a kapcsolat az Úrral, ennek féle a lelki hangulatot ember racionálisan meg tud érteni. A Goloka Vrindávant nem lehet megérteni. Szóval Krishna, aki Goloka Vrindávantban van, az nem lehet érteni. Ugyanúgy emberek is, amikor jönnek és mondanak, hiszünk Istenbe, ő ezt még valahogy megértenek. Igen, van egy Úr, és akkor kell szolgálni, kell valamilyen felajánlást neki tenni, imákat zengeni. Szóval ez a racionálisan érthető. Ezért Krishna így terjedi ki magát, hogy fokozatosan utána csinálja nekünk egy lépcsőt. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen lépcsőt csinálja. És ezen a lépcsőn egy lélek tud szépen fejlődni. Utána a Mahasankarsanból kiterjed Karana Dakasai Vishnu, mondjuk Karana ok, az oknak a Vishnuja, aki teremti az univerzumokat, és ő fekszik az ókozat, vagy Karana óceánon, egy ilyen yoga nidrába alszik. Ez is egy mutatja egy szolgálatot, mert ő fog ez minket szolgál, Karana Dakasai Vishnu, mert ő belőle kiterjednek az univerzumok, hogy a lelkek, akiknek az egója egocentrikus, szóval magára van így letapadva a tudatok, hogy menjenek ebbe a világba, és kiábrándulás által megértsenek, hogy az önmagára zárkozott élet, öncentrikus, az sose tud boldogá tenni. Ez ezért van anyagi világ, és ez a Karana Dakasai Vishnunak a szolgálata. Karana Dakasai Vishnunból, ez mind Rama Baladevtől jön, kicsit így vissza, Karana Dakasai Vishnuból ez Garba Dakasai. Garba Daka az, aki már a konkrét univerzum teremtéssel rendelkezik, ő már konkrét univerzum belül van, és akkor ott létrehozza különböző tudatszinteket, különböző bolygórendszereket, és így tovább, és így tovább. És Kshira Dakasai Vishnu, Garba Dakasai Vishnu után belőle kiterjedt Kshira Dakasai Vishnu, még lehet követni? Ez Paramatma.
És ezen a szinten a Karanadakasáé, Garbadakasáé, Kshiradakasáé vagy Paramatma, az ők szolgálnak azzal, hogy adnak lehetőségeket, de semlegesett emberek felé. Krishna Bhagavad Gita-ban is azt mondja, hogy mint Paramatma, én mindenkihez semleges vagyok, én csak megfigyelő vagyok. És karma szerint teljesítem vágyakat, akinek belefér karmában, annak teljesítem, de mindenki egyenlő. Én mindenki démon, vagy jámbor, egyenlőenként bántom. Persze 9. fejezet végén Krishna mondja, de a baktákhoz én már mint Bhagavan, személyesen ott már nem paramatmanként viszonyulok, hanem már én személyesen veszek felelősséget a baktákra. Végül így terjedt a Balarám, hogy itt van végül mindenkinek a szívébe, mint Kshiradakasáé Vishnu vagy Paramatma, és emberek itt tudnak fejlődni, hogy akkor megérti, mindenki tudja, hogy van szívében mindenkinek Isten, az könnyű. Akkor tudja, hogy templomban van Isten, ember, mikor bele kicsit téved a karmába, és megijed saját karmától, rögtön szalad a templomba, szeretne valamit jóvá tenni, gyűjtse a gyertyát, atya, mondd meg az imát, gyónni kezd. Szóval ott már van ezek a hangulatok, és utána megértenek, hogy igen, Úr, aki megteremtette világot, akkor kezdenek érteni, hogy Garbhadakasáé Vishnut, akik teremtő, és szépen, hogyha egy megfelelő és hiteles gyakorlat által van, akkor ezek ilyen lépcsőfokok, egyik Vishnuról másikra, egyiket megérti, először a Paramatmát, utána megérti a Garbhadakasáét, Karanadakasáé, Narayant, és utána a Rádisyám. Szóval általában ez az út. Erről lehet sokat beszélni, de most nekünk nem ez a lényeg. És utána, amikor már van Paramatma, akkor van egy különleges lehetőség az élőlények teljesíteni a vágyokat. De a vágyok, mikor ember, ahogy egy kicsit korábban mondtam, teljesen le van, nem tudom kifejezni magyarul, de teljes méretében saját magában él az ember. Szóval annyira öncentrikus, ha mindenki anyagi. Vannak címszavak, hogy akkor mi az emberiségért, meg ilyen enszet létrehoztunk. Ez mind csak egy ilyen táblázat, tábla, hogy a címke. De valójában minden egyes ember nagyon durván magára van zárkozva. És ezáltal vannak ezek a tulajdonságok. Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy emberek nem tudnak boldogok lenni ebben a világban. Az, hogy én magára vagyok zárkózva, saját világomban, egocentrikus képen élek, nem lehet lenni boldog. És akkor mondja Prabhupád itt magyarázatban, de emberek próbálkoznak azért. Ez a hihetetlen dolog, mert mi is próbálkozunk. Nem muszáj nézni emberek ott, lehet valaki nézze be a szívébe. Őszintén próbálkozunk. Mi nagyon őszintén próbálkozunk. Hát ha oké, most már van dótim, most már dzsapázok, na akkor most már boldog lehetek. Most csak hagyjanak békén, ne zavarja engem senki, én megcsinálom, amit kell, és akkor boldog lehetek. És ez az illuzorikus energia, hogy ember nem tud ezeket észrevenni magában. Ember meg van győződve, hogy ő önzetlen, ő szerető. Én most, amikor voltak Szegeden lótusznapok, akkor leültek emberek, és szeretetről beszéltek, szeretet. De ennyire felfogás nincs, mi az a szeretet. Ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen olcsó dolog. Ha csak kimondjunk szeretet, akkor az már az. De közben, szóval ez nagyon önbecsapott. És ember nem vesz észre magába. Ő azt hiszi, hogy minden oké, és minden rendben van. És még ott azután, hogyha valaki elkezd gyakorolni a lelki életét. Ezért ennek segítségként jön a Baladev.
Baladevnek a következő segítsége, kiterjedése, ami legfontosabb minden Visnónál között, ez a lelki tanítómester. Adi Guru, a Baladev, Balaram, és lelki tanítómester keresztül ő működik. És csak lelki tanítómester tudja segíteni, felszabadulni. Mindjárt először elgondol, hát járok leckére lelki tanítómesteremhez, meghallgattam a podcastomat, fejlődök. Na most nézzünk meg egy kicsikét, hogy mi az igazi lelki tanítómester, és mi az igazi tanítvány és lelki tanítómester közötti kapcsolat. Próbálok vidáman beszélni, mert ki már volt sportolni, edzeni, versenyre, és akinek az edző nyomja, és akkor ember nem tud mosolyogni, azt mondja, hagyjam már, de akkor utána megnyeri. Igen, szóval ott van egy kis erőfeszítés, valamikor nem egy kis, ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, az nagyon sok erőfeszítés. Igen, de hogyha nem fogadjunk egy edzőt, akkor nem fogunk tudni nyerni versenyt. És versenyezni az anyagi energiával, az egy igazi kihívás. A másik bajnokokkal is megcsinál új rekordot, ez nem nagy dolog. Ez meg lehet csinálni. De legyőzni anyagi energiát, ami a szívünkben van, mi beengedtünk, az csak lelki tanítómester segítségével lehet csinálni. Mert általában mi azt gondoljuk, minden rendben van, én csapázok, van Dóti, tilalkom, és akkor bakták, én hogy vagy? Jó, köszönöm szépen, olyan csodálatos Krisna völgy, süt a nap, szent hely, és csak így fejlődök. Lecsapázom a köreimet, kiolvastam könyveimet, és akkor nagyon jó. De aztán jön a lelki tanítómester, és azt mondja, hogy nagy bajban vagy, nincs semmi jó, nagy problémában vagy. Én, de hogy? És akkor kezd megrázni minket, és akkor ettől egy kicsit ember meg tud zavarodni. Mert nem veszünk észre, ami van a szívünkben, és akkor mindjárt ezeket fogunk beszélni. Ezért első, mi van Balarámnak a bal vállán? Eke. Ezért acsárják azt mondják, hogy először, mikor jön lelki tanítómester kint a Balarám, nekünk a szívünkbe, akkor ő látja, hogy igen, annyi utasítás már kapott a bakta, annyi leckit hallgatta, annyi könyvet elolvasta, annyi napot már gyapázott, annyi bőtöt már kibőtölte, de mivel a talaj ilyen sivatag, kiszáradt, kemény, a Bhakti Lata Beach, amit itt olvastunk, Guru Krishna Prasadepai, hogy a guru és a lelki tanítómester kegyéből csak ez fog történni. Ez a Bhakti Lata Beach, ez a lelki növénynek a magja, nőni kezd csak a guru kegyéből. És akkor Balaram először mit csinál, amikor nem tudom, nincs itt Antardi Prabhu általában, Radhakanta Prabhu biztos tudja, hogy a mezőgazdaság a szántással kezdődik, hogyha jól tudom. Igen? Ugyanúgy jön először a guru, és megrázza. Mert minden szép és jó, mi szolgáljunk a gurut, minden szép és jó, és mikor megjön és megmutatja a dolgokat, mindjárt fogok konkrétan mondani, akkor hopp, akkor ember kezd ébredni. Mert mi meg guru nélkül Krishna tudatban tovább alszik az ember. Szóval formálisan minden elfogadni, átmenni mindenféle oktatással, de hogyha nincsen belül guru, akkor alvás folytatódik. És az elme tovább viszi a lelket. És első démon, akit megölő az Úr Balaram, Bhaktivinoda Thakur, ő nagyon jól mutatja párhuzamokat, hogy mi az, ami szívünkben van, és melyik démon képviseli. És vannak olyan démonok, ami guru csak tudja nekünk segíteni. Már nem fogunk tudni, nem veszünk észre, nem tudjunk legyőzni.
Vannak itt bakták, akik gyakran közeli kapcsolatban vannak lelki tanító mesterükkel. Gondolom ők is, ők ezeket megvalósították. Hogy a Dénaka szúra, ő materialista intelligenciát képviseli. És ez a materialista intelligencia az azt jelenti, hogy ragaszkodni a munka gyümölcséhoz. Hogy ember ragaszkodik a munka gyümölcséhoz, ez az enyém, nekem kényelmes kell, hogy legyen, amikor dzsapázok, néha lehet látni bakta, most már nem látom Krisna völgyben, de szokott előfordulni, amikor bakta jön dzsapázni, ilyen maga körülött a párnákból ilyen birodalmat képíti. Hogy már annyira kényelmes, már királyok nem ülnek ott, hogy tudjon jól dzsapázni. Ez csak a dzsapa miatt van, értitek? Ez dzsapa miatt van. Szóval vannak ezek a kényelmességek, akkor valaki inkább a munkába jobban bízik, ugye van három kötőerő, a intelligencia három kötőerőből tud lenni, ami képvisel a Dénaka szúra. Neki van egy materialista elképzelés, és ő ragaszkodik saját, az is gyümön saját elképzeléshez, saját világába él igazából. Lelki tanítómester, amikor találkozik egy tanítvánnyal, akkor egyből kezd ezt mondani. Te egy gazember vagy, kell szántani a szívét. Te saját világába élsz. Én? Igen. Igen, te nem tudsz kifele látni dolgokat, csak látsz, mi van neked, mi van. Mert általában úgy van, van lelki tanítómesteremnek a projektje, igen, Krisna völgy, Nitya Széva, oltárépítés, akkor sok minden más, szép és jó, megtapsoljunk, megdicsérünk lelki tanítómestert, csak minket hagyjanak békünk, mert nekünk van saját projektünk. Ez a projekt. És ezt csinálják a kötőerők. És nem tudjuk mind megcsinálni. Más bakta nem mindig tud segíteni. Itt csak lelki tanítómester kell, hogy megmutasson, hogy nézd, ez van. És akkor az történt, amikor mentek Baladev és a barátjai, és a Talaván mellett mentek, nagyon meleg volt, és nagyon szomjasok voltak, és ez a Kamszának volt a kertje. A Kamsza képviseli a materializmust, hogy nincs Isten, hogy ember materialista materializmusban azt mondja, hogy meghalt Isten, Isten nem létezik. És Dénaka szúra, mint a materialista intelligencia barátja. És a gyümölcsfákat, ugye ez is megint képviseli, hogy magyarázza Baktinat, akkor ő őrzi. Megpróbál őrizni a munka gyümölcsét. És akkor a fiúk, barátok mondanak Baladevnek, gopák, azt mondják, hogy hát te vagy legfelsőbb úr, itt minden a tiéd, ott vannak a fák, a tala gyümölcsök, és valamelyik szamár élvezi ezeket a gyümölcsöket. De hát ez a tiéd, ez neked jár. Miért nem menjünk be, és együnk egy kis gyümölcsöt, és miért nem segítenél szamárnak megmutatni, hol az ő helye. És akkor bemennek a kertjébe. Ugyanúgy, amikor mi beengedjünk lelki tanítómester, mindjárt megnézzük, hogy mit jelent beengedni te lelki tanítómestert, akkor ő először jön és megrázza. Mert mikor Baladev bejött a kertjébe, akkor elkezdte rázni a fát. Úgy, hogy remegett a föld. És mikor jön a lelki tanítómester, akkor megrázza minket úgy, hogy utána ülünk, és akkor fel kell dolgozni. Hogyha beengedjük a szívünkbe. Egy példát mondom. Most volt Szombathelyen, Shiva Rama Swami, és volt egyik program, ahol kérte baktákat, gyertek közelebb. Hát mindenki marad. Hát kényelmes úgy maradni távol, már leültem, nehogy már felálljak ide, közelebb menjek, ez már ilyen
fúri mindenki előtt, itt járkáljak. Jó, hallom így is, látlak. És akkor így, és akkor nagyon finoman, kedvesen mondta négyszer-ötször, gyertek közele. Nem. Jó, és utána a program végén Sivadám Szvámi kérdezi, hát akkor holnap mi legyen a téma? És akkor készült, vagy megkértünk őt, hogy tartson egy nagyon jó témát, a Bhakti Jógának a lépcsőkről, Anartani Vriti, Vajjana Kriya, Nishta, ez egy ilyen érdekes, ugye, hogy hogy lehet elmenni a szilárd, Krishna tudatra, és akkor mondtam neki, este kérdezi, akkor mi legyen? Hát mondom ezt, amit megbeszéltünk, Anartani Vriti, Vajjana Kriya, Nishta. Semmi haszna. Mert ennek nem lesz következménye, hogy én ezt megtartom. Mert miért? Mert ők nem hallják. Amikor mondtam, gyertek közelebb, és mondja, én mindig vizsgálok. Azt mondja, a Krishna völgyben, amikor ez most titkos információ. Amikor Krishna völgyben, én mindig nézem, ki az a tanítványom, akivel érdemes foglalkozni. Azt mondja, valaki leül hátul, és akkor na, Guru Maharaj most engem fog szórakoztatni, meg lehet hallgatni podcast, ott van fönt, a Maharaj kirakta. És akkor, na, a Guru Maharaj jön, akkor jó kis sót csinál nekem, műsort, kényelmesen hátul ülök, nekidőlök a falnak. Akkor azt mondja, már nem, azt mondja, nem is mondom, már gyertek előre, azt mondja, sokszor már kértem, szóval a tanítvány igazi, ő hallani akar, mert Upanishad. Upanishad, Upanishad. Leülni közel, mert a Bhakti Yoga, Divyagyan Hrida Prakashita, ma is énekeltünk olyat? Ki emlékszik? Énekeltük ma ilyet? Divyagyan? Mit jelent Divyagyan? Transzcendentális tudás, hride, szívbe berakja. De az nem működik, hogy nem akarunk hallani. Szóval tanítvány, Bhagavat, és az mindegy Sivadáma Szvámi, hogy holnap lesz mink Srimad Bhagavatamot, és valaki ott ül, ő Vyásza Devet képviseli. És hogyha akarja, és a jó tanítvány előre fog ülni, közel akar. Mert ez egy, úgy mondja, ez egy intim dolog. Amikor guru tanítja a tanítványt, az közel kell lenni, mert akkor fog működni. Ezzel ő képviseli azt, hogy én szeretnék hallani. Én szeretnék változás a szívembe. Ott már nézitek, akik jó hallanak, már jönnek előre. És természetesen, amikor guru megrázza, hát ez Balaram csinálja, nagyon sok ereje van, hatalma. És akkor ember kicsit megzavarodik. És akkor ott van egy döntés. Hogy akkor, ó, mert ilyenkor bekapcsol a materialista intelligencia. Maradtak. Kapcsolt ma intelligencia. Kimagyaráznak, miért nem jönnek előre. Mert nem praktikus. Ez nem én mondom, ez mondja Bhaktivinoda Thakur. És akkor az a Dhenuka szóra, ugye nekünk jó lenne tudni, nem csak a másik lógiát is lehetne megtanulnunk. Már nagyon sok közös van az Ivánkkal, a Szamárnak. És akkor az intelligencia az azt jelenti, hogy akkor ő megmutatja, hogy miért nem praktikus. Ő nem érti, ő nem tudja, mi van belül, nem erre gondoltam, és akkor itt lehet sok mindent. Sivadáma Szvámi van azért nagyon jó, mert akkor mindig nem ezt kérdeztem. Ő nagyon segíti felébredni, hogy rakd félre ezt az intelligenciát, ezt a hamis intelligenciát. Volt, most tartotta a természetvédelemről előadást, utána mindenki kapta a finom praszádamot, és a végén a szemetet dobták, és akkor Sivadáma Szvámi látja egy műanyag zsákot, és akkor mondja a baktának, hát miért tartasz? Most beszéltünk, hogy nem plasztik, nincs plasztik. Erre következő pillanatban itt van a műanyag zsák. Dhenuka szóra válaszolt. A szívéből. Nem praktikus.
Hát mi elfogadjunk, de Sivaram Swami Maharaj, ez a Baladev működik, értitek? Az a Baladev a guruba működik. Ő nem fogadja el ezeket, mert tudja, hogy ez ne, ez, hogyha most nem segítek rajta, akkor ez a bhakta nem fejlődik. És muszáj ezt a intelligenciát kinyírni. Másképp mindenki magyarázunk, és nem fejlődünk. Sos, és ilyenkor beszélnél, hogy nekem milyen tapasztalatom a Rádésjámmal. Valami mindig van, de igazi, ami minket minden lelkivilágban, az nem lesz. És akkor, és hogyha valakinek kicsit kevesebb ereje, és túl erős anyagi intelligencia, de önök a szóra, akkor ő kezd mit csinálni? Távolságot kezd tartani gurutól. Ugye vannak bakták, akkor gurulágyat üdvözlöm, és akkor távolság. De bajba leszünk. Nem gondolom, Radhakanta Prabhu már volt tapasztalata Sivaram Swami Maharajra. Szerencsés vagyok én is, nekem is volt tapasztalat. Nagyon, nagyon nem tetszik, nagyon fáj. És igen, mondja az elme, intelligencia, figyelj, ez itt nem fogsz tudni, ez megőrülsz ettől. Hát ilyen, amiket mond guru, hát meg fogok örülni, meddig lehet? Szerintem kell mondani, mit csinál guru, hát ez nem lehet. Ez a denukaszúra. És hogyha mi távolságot veszünk, nem fejlődünk. Intelligens, és mi maradunk kettőségben, mert mi koncentráljuk, amikor nekem, én mondom, hú, nekem ezt most teljesen szétlenítő mesterem, vagy a képviselője, és szét vagyok ettől esve, ez az. Meg kell tanulnunk, hogy ez most gyógyszer volt, és akkor felkerekedne a kettőségtől. Hú, ez milyen jó, ki vagyok józanosítva. Észrevettem, ami nem vettem észre, hogy én magamra vagyok zárkozva, és most beszélek Krishna tudatról, a bhakti jogáról, a prémáról, de közben teljesen magamra vagyok koncentrálva. Szóval ez csak Baladev guruba tud nekünk. És be kell hangolódni, hogy nekem ez kell. Nincs más út, nincs más út, nincs más út. Guru. Akkor fog működni a mantra, rögtön. Akinek volt tapasztalata, amikor átment egy ilyen kis tisztításon, lelki tanítómesternél, olyan megkönnyebbülés, mert ez a súly, a karma elnyomja valaki, mindenkit. És akkor Danekaszúr, akkor van a Szatva Gunában, amikor nagy tudással rendelkezni akar valaki, terheli magát, hogy én tudok ezt, tudok mindent, és terheli tudással. Mint a nagy súlyokat tud cipelni a szamár. Ez a Szatva Gunában, amikor az intelligencia. És akkor kezdek, én ismerem, nem tudom, a színusz, koszínusz, tang és katang, és ami teljesen haszontalan, vagy pránanádikat, reikiket, ezeket, minden, és akkor mutatom, hogy milyen nagy tudós vagyok. De jön a lelki tanítómester, mondja, dob ki az egész. Ez lelkileben nem segít. Gyógymoszer akarok lenni. Milyen gyógymoszer? Itt maradsz a pokolban, a gyógymoszörködén. Ma téged jamadutak megmoszíroznak vas... Milyen világ... izzó vas... És végül... És ezt csinál Denakaszúr, amikor elkezdte rázni, ugye amikor kezd minket megrázni lelkitőnemben, tömese felháborodunk. Ez az mi van? És akkor ugyanúgy csinál Denakaszúr, odajött, és hogyan reagált az Ulbaralámra? Megfordult, megmutatta neki, hogyan tiszteli őt. A hátsó részével fordult felé, és utána elkezdte masszírozni, gyógymasszást csinálni a kis lótusz patájával a mellkasának. Szóval ugyanúgy, mi és akkor lelki tanítómester mondja, akkor nem érti ő. Nem érti az én helyzet. Ez egy materialista felfogás. Mert Baladev működik guru keresztül, és érti. Mert ez nem új iskola, ez egy transzcendentális folyamat, és a guru, ő érti, ő látja. De nem lesz erőszakos, hogy elszaladunk, ő nem fog menni és erőltetni. De az a tanítvány, aki jön, aki akar hallani, akkor komoly tisztulás megy, de akkor lehet fejlődni. És akkor miután megmasszírozta a
a mellkasat, akkor feldobta a fára, megölte. Ez az egyik, ez az anyagi intelligencia, ami nem tudjuk megszabadulni, hogyha nem engedjünk, nem próbáljunk közelebb lenni lelkitanító mesterhez. Hát van, Chanakya Pandit azt mondja, hogy nem szabad túl közel, és nem szabad túl távol lenni. Ki tudja, kiktől? Király, nő, guru. Hogyha túl közel vagy, hogyha nőhöz, akkor megolvad, mint a vaj. Hogyha túl közel vagy a tűzhöz, megégsz. Hogyha túl vagy közel a guruhoz, akkor leszel bratyizó, sértést követel, és le fogsz esni. Hogyha túl távol vagy a nőtől, akkor nem kapsz azokat a javákat, ami nőt adja. Hogyha túl távol vagy a tűztől, akkor a tűztől nem kapsz javakat. És ha túl távol vagy a gurútól, mert ott van a guru a képen. Nekem az elég, ott mosolyog. Mert nem akarok depresszióba esni, hogy rám nézi komolyan. Ugye mi, mikor jön a guru, mit várunk? Hogy mosolyogunk ránk, nem? Nem mosolyogott ránk, következő 3 napon depresszióba vagyunk. De nem ez a dolga. Ez mi kitaláltunk, hogy nekünk kell mosolyog. Mindenkinek az oltáron, Prabhupád mosolyog, Sivala Swami, hogy más guru mosolyog. De nem ez a dolga. Rá kell nézni, és akkor mi, oh, biztos lát bennem ezt a szennyeződést. Ez normális. Amikor Istegosti tartotta a Szombathelyen Sivarama Swaminak, baktak itt lehetett hallani a pulzusokat. És utána óvatosan kérdezték, de hát nem lehet valahogy közeli kapcsolat a lelki tanítómesterrel, mert kicsit félünk a gurútól. És akkor mindenki gondol, igen, na most megmondja, hogy hogy kell, ha nem kell félni gurútól. Nem kell félni gurútól, ugye? Na mit válaszol Sivarama Swami Maharaj? Mindenki megdöbbent így. És mikor ezt kérdezték, akkor mondja Sivarama Swami Maharaj, hát mikor Prabhupád jött, mi rettegtük tőle, mindannyian. Srila Sivarama Swami rettegett Prabhupádtól. És azt mondja, ez jó, ez normális. Ma akkor működik a dolog. És csak kettőségből, hogyha ezt a kettőséget kirakjunk, hogy jaj, nekem lesz bajom, én leszek stresszbe, jaj, engem lesz időt, ezt dobjunk ki. Másképp nem fogunk tudni működni, távolságok fogunk tartani. Szóval ezért mosolyog az jó, de tudjunk, hogy ha fontosabb, hogyha megmondja, mi van a szívemben. És lehet, hogy fáj. Ő úgy szokott csinálni, azok a bakták, akik hajlandó legalább meghallgatni, és valamit, hogyha nem fognak változtatni, nem fog mondani, mert nincs haszna. Ezért, amikor mondta Szombathelyen, hogyha nem ültek közelebb, akkor a többi tanítás nulla. Nem lesz eredmény, mert ezt nem hallották, hogy közelebb kell ülni. És akkor azt mondja, igen, és akkor nem fog működni, nem fog fejlődni az ember. Ezért a Sivarama Swami, amikor valaki hallani és tenni valamit hajlandó, akkor ő részletesen megbeszéli. Ugye Radhakant Tapra listáját is mondja. Ez van. És intelligens mondja, hát nekem ez nincs. És akkor megmutatja, hogy hogy van. És hogyha nem segít, nem tudja. És orosz mondás van egy ilyen, hogy nagyon nehéz a tanításokba, gyakorlatokba, de könny a háborúba. Mert ez át kell menni. Ahhoz, hogy mi nekünk éljen a szeretet Rádisjámhoz. Ne le csak egy ilyen, hogy mi is olyanok vagyunk. Szeretjünk, Jézus halt meg, érted? Ugyanazt mondjuk, Dénakaszura, érted, halt meg. Tudjuk mondani. Nem. A bhakti yoga, ez azt jelenti, mindenkinek saját szívébe változás történjen, guru segítségével. Én annyit próbálom magamnak csinálni változást. Nem, mert mindig így kébékülöm magammal. Jó ez így. De mikor jön a guru, akkor oppa! Akkor ott nagyon
akkor mond segítség, és utána olyan hála lesz mindenkinek, és akkor lehet érezni gurunak a szeretet. Nem amikor mosolyog, de amikor belép a szívünkbe, engedjünk, és ott szétszibálja ezeket a nartákat, akkor őszinte hála lesz. Akkor őszinte közeli kapcsolat lesz vele. A többi ez csak egy ilyen show kapcsolat, guru és tanítvány, mert lehet hódolatot ajánlani, meg bejön a szobába, minden mellé tartani, felállni, mikor bejön hódolatot, virágfűzőt, de igazi szív, mert tudás szívtől szívre. És a szívből szívbe ez az. Utána jön a következő démon, nincsen órám, bocsánat, hány óra van? Fél tíz. Jó, tízig tartunk. Köszönöm szépen. Tessék rá, de kantapra? Még van idő. Ja, oké. Okay. Igen, még van, még három démon. Következő, amikor megértetünk, igen, a bhakti jóga, ez azt jelenti szolgálni. Eldöntöttem, holnaptól beköltözök, bhakta program, japa, sikha, dóti, és én leszek a szolga. Nem leszek akármilyen közönséges szolga, nem. Hogyha már én vagyok a szolga, akkor én leszek legjobb szolga. Legintelligensebb szolga, legalázatosabb szolga, és megmutatom, hogy én erre képes vagyok. És, de ahhoz, hogy megmutassam, erre nekem meg kell mutatni, hogy ők milyenek hibások, milyen feketék, mert az én fehér tisztaságom a fekete színen jól kontrasztban legyen. Ez azt jelenti, hogy a következő, ez jön a irigység és a kritizálás. Hogy én kicsinyítem a többieket, de magamat megmutatom. És nem tisztelem senkit. Nem érzem mások baktákat, én csak én, és ez az egocentrikus az ott van. Hogy én. Észrevettünk, hogy hányszor mi nekünk egy közöttünk, vagy minden nap találkozunk egy pár baktákat, de nem létezik számunkra. Nagyon nehéz, hogy mindenki létezzen. Egy-kettő van hozzánk, akik léteznek, a többieket nem veszünk észre. Köszöntünk, nem is tudjunk. Ez a dvivida gorilla. Nem a mogila gorilla, hanem dvivida. És a dvivida gorilla, ő Ramachandranak a szolgája volt. Ő pont volt a legjobb szolga akart lenni. És Lakshmandra nagyon irigy volt. Ő többet akarta csinálni, mint Lakshman. És minden, és nagy hegyeket hozta, amikor hídat építették, és ő volt a legjobb. És ez az irigység miatt, az megszennyeztette, beszennyeztette baktit, a szívét, elpusztította, és következő alkalommal már Krishna kettelésekben ő démonikus gorilla volt. És ő, hát nem tudom, hogy tudjátok majmok, hogy viselkednek, hát a gorilla nagyon csúnyan, Dvivida csúnyan viselkedett. Lényeg, hogy ezt is, hogy én, akkor mit mondja lelki tanító mester? Mit mondta Srila Prabhupád? Együtt működni. De hát ő ilyen. Beszéljetek meg, de együtt kell működni. Tisztelni kell egymást. És akkor Sivarama Swami, mások lelki tanító mesterek mindig mutatják, hogy hogyan ők mindig mindenkit tisztelnek. És ezt tanítják is. De hát ő... Nem. Beszéljetek meg legfeljebb, de kell együttműködni, kell tisztelni, el kell fogadni, és akkor megint lelki tanító mester segít. Ugye a Dvivida gorillát megölte megint Baladev. Ezt a irigységet, kritizálást, arrogáns viselkedés, az lelki tanító mester gyorsan tud. Ha valaki kicsit elmegy szolgálni őt, akkor nagyon gyorsan segít ezt kiszedni, ezt a kis dolgot. Utána jön a másik, a narta, ami a szívünkben jelenik meg, amikor már valaki jó, akkor én
csinálok, követek a szabályokat, gyapázok 16 kört, olvasok szentírásokat, végzem áldozatokat, harinám áldozatokat, baktákkal együtt vagyok, de néha pauza, mutatom egy másik szempontból, és utána összekapcsoljunk. Hasonló dolog történt Naimi és Aránya erdőben, amikor a bölcsek ott voltak, és áldozatokat végezték. És mikor végeztek az áldozatokat, akkor mindig az új holdkor, amikor legfontosabb időszak elkezdeni áldozatokat végezni, legkedvezőbb, akkor Balvala démon jelent meg, és maga előtt küldte egy ilyen nagy szélt az égbe, és akkor a vér, a hús, a geny, és az minden esetre a áldozati arénába, és minden beszennyeztette. És egyfajtából, ha hiába újra és újra kezdték a bölcsek az áldozatot, a Balvala mindig jött és beszennyeztette. És az a Balvala, ez a szamszkárok, amik vannak az ember szívébe. Jó, akkor most már én csak Krisna, csak Rádésjám, csak szolgálat, csak szent név, és gyapázós, és két napig nagyon jó. És utána csak feljönnek a szamszkárok. Vágyak, negatív, ez nem működik. A szennyes dolgok feljönnek. Kinek szokott feljönni szennyes dolgok? És akkor ember érzi, ezután most hogyan beszélek egy baktával ilyen tudatállapottal? Igen, ez a Balvala, ezek a szamszkárok, amik jönnek a szívébe, nem tudjuk mit csinálni. Évek elmúlnak, és újra és újra, ott van, és ott van, és ott van, és ott van. 20 év múlva is lesznek. Hogyha nem csinálunk kivételt, nem engedjünk be Baladevet, lelkitanító mestert. Mert lelkitanító mester és Baladev ezt is csak ő tud a szívünkbe kitisztítani. Mint a Baladevnek, akkor a bal kezébe vállán van neki eke, és a jobb kezébe buzogány van. Igen. És amikor a Balvala démont megkérték a bölcsek, hogy Baladev, kérünk szépen, gyere, öld meg, mert te egyetlen egy Bhagaván képes vagy, mi nem tudjunk megölni őt, annyira hatalmas. És mondta, hú, de jó, valami van kis változás az életben, ami nála mindig van változás az életben. Baladev lelki szinten nincsen unalmas élet. És akkor jött, akkor megint küldte ezzel szennyeződéseket, én Balvala, és akkor repült. És a Balvalának van háromágú szigony, és akkor ezzel így repült. És nagy magasba, és akkor Baladev mondja, na mindjárt. És fogta az ekét, ha! Zsuty! Lehozta. Lerántotta. Az égről, és utána a buzongánnyal elintézte. Szóval ugyanúgy lelkitanító mesterük képes. Ezért, hogyha tartunk távolságot gurutól, 20 év múlva lehet mondani egymásnak, figyelj, nekem mindig vannak ezek a dolgok a szívemben. És már ilyen leckét hallgattam, már ennyi tanácsot adták, ennyi. Azért maradni fog, mert lelkitanító mester nélkül maradni fog. Akkor ez azt jelenti, hogy igazi íz, igazi eredeti íz a Hare Krishna mantrából, bhakti jógából nem kapunk. Mert beszennyezi mindig az arénát, az áldozati arénákat. Szóval nagyon, nagyon fontos, hogy legyen lelkitanító mesterünk, vagy képviselő, az lehet. Így megölte. Ez volt a harmadik. De van a negyedik démon, aki szintén nagyon-nagyon sokáig tud maradni a szívünkbe. Úgy hívják, hogy Pralamba Szura. Pralamba az azt jelenti, hogy hosszú. Hosszú gyökerei vannak. Nagyon-nagyon mélye van a szívünkben. És ez, ami képmutatásunk. Hogy már én gyapázok,
tudok idézni három verset naponta. Nagyon mosolygok, nagyon tisztelem mindenkit. És mindenki úgy látja, fú, ez a bakta, ez olyan tiszta. De belül nincs ez. És a Paralambasur ezt képviseli, baktának öltözött, és beállt Krishna oldalára. Ott volt Krishna mellett. És akkor ugyanúgy van a baktáknak, azok a narták, amikor én már van virágfűzér, két mikrofon, teljesen jó bakta. És hogy valamikor valaki nem is tudja, hogy ő játszik. Jobb eset, mikor valaki tudja, de mégsem nem tud mit csinálni. Ez annyira erős, szóval ezek a négy dolgot, amit mesélek, ez annyira erősek, hogy nekünk nincsen ennyi erőnk ezt, ettől megszabadulni. Ez csak Baladev, csak lelki tanító mester tudja. És ez a képmutatás, hogy Hare Krishna, hódolat, kedves Prabhu, az sokáig megy. És ember látja, itt vagyok 20 év, 30 év, apám. Valaki gondolja, hogy én már felnőttem, de ugyanott vagyok, lehet, hogy még rosszabb, mert most már könnyen megjátszani, mert már az évek óra már kényszeríti többieket gondolni, hogy valahol tartok. És akkor még nehezebb. Minden több évet itt vagyunk, még nehezebb magától megszabadulni. És akkor Paralambasura. Nagyon. És ott volt mindenki meg volt győződve, körülötte bakták, tudták, hú, milyen lelkes, ő is jött, és akkor beállt szolgálni. Mi is megyünk, Prabhu, mit csináljak? Krumplit pucolja, Haribol, mit? Kirtánon ugráljak, igen! Ezt meg tudjunk csinálni. Ez olyan jó. Mert utána mindenki mondja, igen, tiszta bakta. Mi mondjuk, kezdek el hinni én is. És akkor volt a játékok, amikor játszoltunk, kötelet húzták, hogyha jól emlékszem. És akkor Balarám és az ő csapatja, és akkor Krishna és az ő csapatja, és ott volt a Paralambasura. És akkor tökéletes bakta, jól néz ki, beállt szolgálni, Krishna oldalon. Gurúval szembeállt. Szóval ez lehet észrevenni, általában amikor mi játszunk, mi nagyon Krishna, mi rád is jár, minden, de hogyha megnézünk belül, mi gurúval szembeállunk. Hogyha egy kicsit így vizsgáljunk, akkor ott van ez. Szembe van a gurú. Itt ebből lehet felismerni, hogy én hol vagyok. És akkor szembeállt, akkor volt a verseny, ki győz, és az volt megbeszélve, a vesztett csapat, ő rajta lovagolnak. És akkor vesztették, a Krishnáik vesztették, Baladevik nyerték. És amikor megnyerték a Baladevik, akkor Paralambasurának kellett vinni Baladevet. És akkor felült rá Baladev, és meg volt beszélve, hogy akkor ettől a vonaltól eddig vinni kell a nyerteseket. És a Paralambasura mit csinált? Félre kezdte menni. Szóval amikor valaki Krishna oldalon van, és már nagyon bakta, már YouTube csatornát nyitni tud, meg Facebookon prédikál, mert mindent tud csinálni, de csak a Krishna oldalon van, nem a guru oldalon, akkor egy idő múlva félre fog vezetni mindenkit. Nagyon. És ezt csinálta Paralambasura, elkezdte vinni. És még Baladevet, utána jön az a szamár intelligencia, hogy lehet kimagyarázni guru szavait, ugye ez a kutináti, amit Arjuna ugyanezt képviselte, és ott Krishna volt a gurúja, emlékeztek? Szóval Bhagavad Gita is ugyanazt mutatja, ott a Baladev szolgálatot Krishna végezte Bhagavad Gitába. Arjuna nem tudta megoldani. Ő próbálta minden bemutatni, az intelligenciát, az önzőséget, minden tulajdonságot bemutatta, amit most beszélünk. És akkor az volt, hogy ő kutináti, ő akarta a védikus tudást, a
és mindig mondta, acsárják mondták. Az őse mondta, ő mindig hiteles szavakra hivatkozott, de kifordította a saját javára. Szóval amikor valaki guruval szembe áll, akkor lehet, hogy használja gurunak a podcastokat. Mindent, amit tanítja, de a saját javára. És ez azt jelenti, hogy próbál elvinni más irányba valakiket. Hogy ez mit jelent? Hát, mint vannak ilyen guruk is. Akiknek nincsen lelkitanító mester láncolat, az azok lesznek. Paralamba szurak. És nagyon keményet mondom az online miatt, baktáknak nem. Lehet, hogy nem mondom helyet, hogy hol voltunk, de voltunk egy helyen, ahol nagyon sok irányzat volt. És ott mindenki guru volt. És olyan ostobaságot mondták, és mindenki azt mondta, hogy ő a tökéletes, ő a jó. Ő érti. Hogy ez csak... Mi azért értettük, mert mi Srila Prabhupát és Sivaram Szajmárács kegyéből valamit próbálunk érteni, mert legalább mi nem az, mi nem jó. De vannak, akik tanítják. Szóval úgy visznek el, hogy akkor másokat felvállalnak, hogy adni tanácsokat, és tanítanak. És mit? Hát a legjobb tanítás az, ami fájdalommentes. Mert nekünk milyen guru kell? Az a jó guru, aki Krishna vőbe jön évente egyszer, jobb, hogyha nem is jön. Levelezek vele 10 évente, és van egy kép. Vagy másik guru, akik nem a mi irányzatban van, akik nem mondanak semmi fájdalmat, hanem ez egy szép és jó, minden jó, minden, ami történik, mindennek történnie kell. És automatikusan fejlődünk, mint csak jobb lesz. Tudod, csak szeres szívből. És szeres szívből. Hát mi a lelki gyakorlat? Ja, lelki, persze kell gyakorlat, persze, hát nézd, havonta 50 ezer forint, ez a lelki gyakorlat, és lehet pranayamat csinálni, nádi sódana, lelki gyakorlat, akkor lehet mantrázni? Persze, lehet mantrázni, persze. Milyen? Amennyi jó rezgés neked, az a jó mantra. Tudja adni? 50 ezer adsz, YouTube-on megmutatom. És akkor háromnegyed Magyarország ezt követi. És gondolják, hogy fejlődnek, mert kényelmes. Nem kell semmi szívet változtatni, hanem ami jó rezeg, a mantra, vibrál, bizserek, miért nem csinál, nem tudom, mit csinál még ez a mantra, mudrák, a kettő mudra. A mundra és a mantra, ez a lelki gyakorlat. És ezt tanítják a lelki tanítómesterek. De Baladev nem ezt csinálja. Baladev az a lelki tanítómester, aki paramparához tartozik, ő keresztül Baladev működik, és ő bejön a szívébe, és igazi tisztítás végzi. Ami után ember tényleg érzi, nem az, hogy önbecsapót vagyok, hogy ha, szeres. Hanem van egy boldog, van egy igazi érzés. De ezen folyamaton át kell menni. És bátran kell, és lelkesen kell csinálnunk. Mert az elején csak az ébredésnek kicsit fáj, utána fogunk érezni, fú, ez jó, akarok jönni még, és még mondd meg, mi az. De akarok változtatni, akarok csinálni. És akkor adja a lelki tanítómester erőt, ad intelligenciát. Ő megöli ezeket a nehézségeket bennünk. Mert miért? Mert Baladev mindenre képes. Lelki tanítómester fel van hatalmazva. Nem volt nehéz, nem mondta, mikor megölte a Balvala démont, lehúzta ekkével is buzulva, nem kellett utána menni, hogy rehabilitációra az Baladevnek, mert az összes energia elment, mint nekem most Mridanga után. Nem. Ezért lelki tanítómester ez megcsinálja. És ő nagyon sajnálja, amikor tanítvány elfordul. Hátul ül a leckén. Hogy Guru Maharaj, szórakoztas engem, mondd meg valami jót. Olyan aranyos.
Nem tudom, kinek fér be az elmébe ez a kifejezés, hogy olyan aranyos Guru Maharaj. Szerintem ez egy kicsit ilyen sérte, nem? Olyan aranyos. Amikor ott van a szívünkben és rázza meg, akkor mondjuk meg, olyan aranyos vagy. Akkor. Szóval ezek a fontos tanítások. Ezért most vagyunk Purnimába, Nakshatra Purnim, egy kicsit így okoskodok, nem ismerem a asztrológiát, de asztrológia szerint ma Nakshatra, ez a holdnak a fázisok, ez a fázisok van, ezek a egy hónap alatt átmegy 27 ilyen fázison a Nakshatrákon, és amikor van Purnima, ez a tali holdot jelenti, és Shravana Nakshatra, ez a neve ma, és a Shravana hónapnak a Purnimába jelenik meg Urbaladev. Krishna, ő néhány nap múlva megjelenik, körülbelül 8 nap, hogyha megszámoljunk, ugye? Körülbelül 8 nap. Ez már Bhadra. Bhadra hónap. A Bhadra az azt jelenti, hogy ami nagyon-nagyon kedvező és nagyon kellemes. Meg, hogy amikor ember Krishnával egy viszonyokba lép, az nagyon kedvező és nagyon kellemes, nagy boldogságot fog tapasztalni. Ami lesz augusztus 23. Ez ugye a védikus az már lesz a Bhadra hónap. De ahhoz, hogy ez történjen és működjön, hogy ember ne csak várjon, amikor vége már lesz ez a véfél, ki kell bírnom még az este misét, meg nem tudom miket, utána már fiszt lesz. Hogy ez ne történjen, először kell Shravana hónap. Ezért jön Baladev előtte, hogy halljunk. Halljunk lelki tanítómesterünktől, hogy mi az, ami szívünkbe kell előkészíteni, hogy tudjunk fogadni Krishnát. Mert másképp ugyanaz folytatódik, mint az anyagi világban, amit elején beszéltem. Jöttünk, átöltöztök minden, de ugyanazt a kényelmet keresünk, ugyanolyan kétségbe vagyunk, hogy egyszer jó, egyszer rossz, Prabhu, hogy vagy? Hát jobban, voltam már jobban is. Vagy egyszer fönt, egyszer lent. Szóval, hogyha mi megnézünk általában egymással, miket válaszolunk, ez a kettőség. Icha dvesa, raga dvesa, ez ugyanaz. Ez történik. Ilyen szív nem tud befogadni Krisnát a szívébe. Főleg nem beszéljünk már a Radhastamiről. Hogy ahhoz, hogy ez történjen, ahhoz hallani kell. Mert amikor valaki behozza a materialista mentalitást a bhakti jógába, úgy automatikusan nem lesz valaki tiszta. Azok a hibák, ami a szívemben tegnap voltak, és én mai naptól itt lakok mondjuk Krishna völgybe, ez ugyanott, csak én egy kicsit átvetítem a dolgokat, átrendezem, de ez ott van. Azért is látjunk egymásban hibák, mert mi hozzunk ezeket. És próbálunk ez a materialista tudattal felfogni Rádisámot, ami nem lehet, de próbáljunk valahogy még mindig kitalálni, hogy hogy kell élvezni. Hogy maradjak én önközponton. És sose elég. Ezt is akarok, azt is akarok, és mindig kevés, és mindig nem vagyok elégedett. Ez Krisnának a trükkje, hogy ember ebben a világban sose lesz elégedett. Mert az állatok az mindig elégedettek. Evet, ugye a piton megevet egy birkát, aztán nem tudom hány hónapig elégedett, ameddig megemiszti. Az ember úgy van kitalálva, hogy az elme hatalmas, nagy, nagyon nagy az elme, a vágyok, nagyok, csak az arányban az a probléma, hogy a gyomor túl kicsi. Észrevettitek? Mindig többet meg akarunk enni, mennyit bírunk. És ez az ember, ez mindig, mikor próbál többet enni, mint bír, utána sajnálja. Hú, kellett ez nekem, na megint sikerült. Szóval sose lesz elégedett. És ez fontos, hogy már itt, hogyha valaki már sokáig itt van bhakti jogát gyakorol, és észreveszi, hogy hát mi mindig nem vagyok elégedett. Félek,
stresszelek, depresszió, ez azt jelenti, hogy én nem mozdultam lelki életbe. Anyagi siken maradtam. Mert az anyagi dolgokkal, pozíciókkal, élvezetekkel, vágyteljesítéssel nem lehet betömni azt a lukat, ami a szívében van. Mert ez a luk transzcendentális. Úgy mondják, hogy ugyanolyan luk van, mint a Krishna, ráadásul Shyama Sundarnak a formája. És akkor, mikor itt próbáljunk valahogy kiépíteni saját világukat, és ott boldog lenni, akkor mi mindig szívben ott van a kesernyés, hogy ez nem lesz mindig így. Valamikor kiépítjük, és ideális, sikerült megúszni, ne vegyenek észre, nem voltam reggeli program, sose vagyok a közösségi program, mindig ott vagyok szobámba, hagyjanak békén, és akkor azzal jó, ne lógjunk ki a sorból, akkor nem vesznek észre, amikor ott vagyok, és nem vesznek észre, nem vagyok ott. Nagyon jó pozíció. És akkor boldog vagyok. De Krishna a szívében mondja, igazából te vagy a legfrusztráltabb, mert ezt nem tudsz megtartani. Mert Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, dukhalai asasvatam. Akkor is szenvedni, vége lesz szenvedés. És ez a pozíció ideglenes. Nem tudsz megtartani. De minden később próbálsz valamit csinálni, vagy ha nem csinálsz semmit, a végén nagyon-nagyon fog fájni. Ezért jön Baladév, lelki tanítómester, és ő ezeket így megtanítja, és megmondja, hogy jöjj ki a saját világába. Fú, mikor nekem mondta, Baktipád, te egy saját gazember vagy, egy saját világába jössz. Ups! Kész. Vége. Megölt a démont. És akkor mondta, és akkor rámutatta, nézd, az a bakta, és az a, hogy lássak kívülről is. Azt mondja, ez egy saját világába is. Szóval nekünk a nem lenni saját világába, az nyitott szemmel és füle figyelni, mit mond lelki tanítómester. Nem, hogy nekem mi van itt most fontosabb, projektem, kitaláció, hanem és ez azért kell, ez ami gyakorlati dolgok, ami segít, figyelni. És akkor nézni, akkor ő mond, akkor próbáljunk csinálni, figyelni. Jó hallottam? Mert sokszor nem halljunk. Nem halljunk. Mond valamit, nem halljunk. Hát ez az első, amikor mondja, üljétek előre, mindenki ott maradt. Nem halljunk. És utána mondani, hogy én fejlődök, az már nonsense dolog, mert aki nem hall, az nem tud fejlődni. Van egy ilyen szokás, hogy ugye akik a másodok avatót, kapták a brámin zsinort, és akkor van egy ilyen szentírásban leírás, amikor kapsz Gayatri mantrát a gurutól, jobb füledbe, akkor 7 folyó beköltözik a füledbe, és az tiszta. És amikor így megérintesz valami szennyes dolgot, nincsen acsman, mert érintsd meg a füledet, itt, és akkor tudsz japát fogni, már tiszta. Csináltam 20 évig. Annyira praktikus. De utána Shyam Bihari Prabhu mondja, fú, nehogy meglássa Guru Maharaj. Pont nála ott voltam. Azt mondja, mondom, miért? Hát, azt mondja, én már átmentem a tanításon, megosztok veled, hogy csak az érintsen, csak annál működik, aki hal. Azt mondja, te mi? Azt mondja, Guru Maharaj kérdezte Shyam Bihari Prabhu, annyira jó halsz, de olyan jó a hallásod? Hogy ha annyira tiszta halásod, akkor érints meg. Szóval ez egy fontos, hogy halás. Egy halás az nem jelenti, hogy a Bhagavatamot ülök hátul, hanem próbáljuk hallani, mit mond nekünk. Meg a apróságot, hogyha mondja a kérdések, akkor lehet, hogy ő kéri, hogy kérdezzünk. És akkor gondolkozok, nekem kell kérdezni. Akkor ő igényli. Ezt is mondta Szombathelyen, volt előző programon, mondta kérdezni, van kérdések? Semmi. És akkor azt mondta, hogy hát miért nem lehet kérdezni? Kérdezni, ez jó. Így akkor mi beengedjünk a Baladevet. És utána már lehet utána kapni igazi tapasztalatokat, és beszélni a megvalósításról.
a Hare Krishna mantranak a megvalósításának mi halljunk. Szóval guru nélkül nem fogunk tudni, nem vagyunk képesek mantrázni rendesen. Lehet ülni minden nap legszebben csinálni. Lehet nézni pingpongozást, mikor Krishna pingpongozik, mikor teniszeznek. Lehet kirázni az agyát, vagy az elmét kirázni karmát belőle. Mindent lehet csinálni, de nem fog működni, ha korlátozottak vagyunk, hogyha nincsen guru és a lelki tanítómester. Még van 10 percünk. Vannak esetleg kérdések. Mielőtt kérdések, hogyha valakit akaratlanul megbántottam, elnézést kérem, nem volt ez a célom, csak akartam kicsit megosztani ebből a szempontból, mert beszéltünk volna most szép történetekről, de lehet, hogy ez most kicsit hasznosabb, vagy kicsit bejebb belemenne a dolgokba, mert el lehet olvasni, hogy milyen viccesen megölték a Dönökaszúrát és a többieket, a démonokat. Igen? Hogy beszéltél arról, hogy a guru személyesen segíteni, személyesen kell, hogy úgy bejelenjen, de valamikor gondolom, sok hosszú ideig nincs jelen. És akkor mi a teendő? Hogy valamikor hónapok nincs jelen, akkor van más folyamat, hogy segíteni. Beszéltem, hogy guru személyesen kell, hogy segítsen, de valamikor sokáig, hosszú ideig nincsen mellettünk, nincsen itt. Hát ez nehezebb. Ezért ő mindig mondja, amikor itt vagyok, lehet jönni hozzám szolgálni. De ő próbál bízni a képviselőkre is, hogy ők tudnak segíteni, azok, akik közel voltak nála és tanultak, ők tudnak segíteni. De akkor nekünk kell ugyanúgy bízni ők bennük, mint Sivaráma, mint a guruba, a képviselőbe. Nem csak, hát ő nem érti, guru az érti a helyzetet, ő nem érti. Szóval akkor kell tanulni, látni baktákba a lelki tanítómestert. Most nem jön eszembe, voltak ilyen sok példa, amikor a nagy személyek is látták, hogy mások keresztül hogyan guru vele bánja, tanítja és tisztítja. Szóval akkor ez a képviselők, bakták. De amikor van lecke, akkor próbáljunk, amikor ülünk, hogy ez nekem szól. Amikor itt van a lecke, akkor üljünk le. Nyilvánvaló lehet, hogy idősebb baktak mennek előrébb, van ilyen, de próbáljuk mi is valahogy oda, amennyire kerülhetünk közelébe, és próbáljuk, hogy nekem szól, most nekem szól, engem most ébreszt. És tanácsot kérni lehet, ott van Sámbiári Prabhu, ő nagyon sokat tud segíteni. Mert ő szent ember, mert ilyen sűrű tanításokban részt veszi, Sivaram Swaminál nagy érték. Jó? Rendben. Igen. Beszéltél arról, hogy fontos, hogy közel legyünk a guruhoz. És aztán mondtad azt is, hogy van ez a három dolog, hogy személy, akihez nem szabad túl közel menni se, és túl távol se. És emlékszem, hogy volt egy év, amikor meg 10 évvel ezelőtt, amikor Sivaram Maharaj azt hangsúlyozta, hogy marad távol. És akkor beszélnél arról, hogy tudjuk mi a személyes életünkbe eldönteni azt, hogy most pont éppen közel kell mennünk, vagy pont inkább jobb, hogy picit távol maradunk? Elismételem kérdését, lehet, hogy nem hallottak, hogy akkor arról beszéltem, mondja a kedves Patita Pavana Prabhu, hogy van, szóval nem lehet túl távol, túl közel gurútól maradni, ettől a három szemétől, és mi az a pont, amikor tudjunk eldönteni, hogy most maradjuk távolabb, vagy közelebb. Mert valamikor valakinek mondta a guru, hogy maradj a távol. A távol és a közel, ez a mi hangulat.
közel, az amikor én kezdek már viccelni vele. Amikor kezdek törölni azt a határt, guru és a tanítványt. Mikor már gondolom, meg tudok vele viccelni, bratyizni, az már túl közel. Itt a veszély. A távol, ez azt jelenti, hogy ott maradok, szolga vagyok, és buta vagyok. Mert mindig tud jobban, mint én. Ez a megfelelő távolság. A túltávolság, amikor nem akarok se szolgálni közel, se hallani, akkor csak ott podcastokat meghallgatom, és megmondom, ilyen jó volt ez a podcast, mindenkinek elmondom. Vagy a leckit elmesélem. Szóval ez az a hangulat. Hogy túl közel, amikor kezd valaki a materialista szempontból látni gurut. Például guru beteg, hát guru nem betegszik. Hát aki lelki szinten nem tud, nem fáradt, nem éhes, nem betegszik. Ez egyik ilyen félreértés, akkor amitől közel kerül, akkor elkezd kritizálni. Hú, azt hittem, hogy sose alszik a guru. Most alszik délután, hát ez mi? Szóval akkor maradj távol. Ilyenkor inkább maradni kell távol. De valaki érti, hogy ami guru csinál, az tökéletes és hibátlanul, akkor bárhol van, akár 24 órában van egy szobában guruval, ő nem lesz túl közel. Mint a egyszer bakták Srila Prabhupádot kérdezték, mert nem értették pont most mi a távolság. Mondják, kedves Srila Prabhupád, a tanításaidokban mindenhol beszélsz, hogy guru nem hibázik, ő tökéletes. De az én szolgálatom meditálok könyveit, és naponta nem tudom hány ezer hibádat kijavítok. Ezt most hogyan tudjak összerakni azzal, hogy guru nem hibázik? És Srila Prabhupád megmutatta, hogy hogy kell látni a gurut. És akkor, de mellette végtelenül alázatos volt. Azt mondja, hát én hibázok. De az én lelki tanító mesterem sose hibázik. És akkor így megmutatta, hogy igazából gondolni, hogy én lelki tanító mesterem hibázik, az veszélyes. Mert mi nem tudjuk rábízni lelki életünket rá. És akkor inkább távol. Szóval és akkor, amikor látja, hogy nincsen ez a srada, hit a guruba, ez a bizalom, akkor maradj távol. Akkor ez egészségesebb lelkileg. Mert hogyha közel engedi a guru, akkor lelkileg meghal. Válaszoltam kérdésedre? Jó, igen? Beszéltél arról, hogy hát a gurus úgy kell viszonyulni, hogy nagyjából feltételek nélkül elfogadni a tanításait, az utasításait. Ugyanakkor másrészt arról is beszélt, hogy számtalan hamis guruval találkozunk. És akkor hát ez lenne a dilemmám. Tudod, hogyha valakit kijelölünk, hogy jó a guru, és elfogadjuk, hogy oké, ő minden szempontból tökéletes, akkor nem esünk áldozatául, hogy esetleg valamiben kapcsolatban tévútra téves következtetés jutunk, hamis utasítást kapunk. Most gondolok olyanra, tudod, például amikor a gurú távol van, nincs napi kapcsolatunk, akkor hát a barátainkkal körülünk, és ott kérdezünk valamit, és lehet, hogy rossz kontextusba idézi a guru utasítását. Persze ő ugye csak azt mondja, amit a guru mond, szóval ez egy jó példa talán. De mégis valamivel kapcsolatban téves információt kaptunk. Tévútra lettünk vezetve, és utána találkozunk a mesterünkkel, ő mondja, hogy ezt félreértette. Szóval, hogy hol van ez a határ, vagy hogy kell ezt kezelni? Hát itt igazából kettő külön dologról beszéltél. Egyik, amit beszéltél, az most, hogy lehet, hogy valaki hiteles, nem hiteles. A másik, hogy lehet értelmezni egy hiteles gurunak a tanítását, aki távol van. Hát mivel mi három kötőerőben vagyunk, akkor mi hajlandók vagyunk, amit kapunk egy utasítást, vagy valamit idézünk egy gurut, akkor három kötőerővel letorzítjunk. És utána a másik guru mondja, ez nem igaz, azért, mert hogyha
kontextusból nem értettünk, hogy milyen kontextusban beszélt, mire vonatkozott az utasítás, és most csak ide hoztunk, és pont ide nem illik, akkor guru fog, másik guru mondja, ez nem. Szóval nem a másik gurunak a tökéletessége van kérdőjelezve, hanem mi vagyunk a rossz telefon. Három kötör az elmébe. Mert igazi, hiteles guru, az úgy adja át, ahogy van a tanítást. Szóval sokszor inkább a... nem is kell menni messze, hogy valamikor itt is van, amikor Sivarám Maharajnak mondják, ezt mondtál, vagy próbáltak, mondta, ezt mondtál. Próbáltak, ezt sose, ezt nem mondtam sose. Amikor elmegy egy pár tanítványon keresztül, és amikor visszajön Prabhupádhoz, ilyet nem mondtam. Ez a nálunk van. Ezért jó ellenőrizni, és akkor megmondja, guru, ez nem igaz, lehet, hogy arra a helyzetre az igaz, de mi te próbálsz ide rakni, mivel neked nincsen most ez a látásod, tapasztalatod, akkor nem igaz. Vagy inkább arra akartam én küldeni, hogy hát ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a guru hitelese, ez gyakorlatilag úgy ellenőrizni kell. Uh-huh. És ugye egy kicsit ez úgy tűnik, hogy ellenben áll azzal a tudod hozzáállása, hogy a gurunak mindig igaz van, és feltétel nélkül fogadjuk el az ő utasítást. Jó, ez a második féle kérdés, nem, csak mondtam, hogy két kérdés volt. Két perccel csúszunk, röviden elválaszolok, mert nem szeretnénk elhúzni. Ahogy én értettem Srila Prabhupád tanításából, amikor keresel a gurut, akkor ellenőrizni kell, le kell tesztelni, le vannak írva a szentírások, mi alapján kell meghatározni magad felé, hogy ez a guru hiteles, az hamis. De mikor már elfogadtál, akkor már feltétel nélküli. Addig lehet. Nézem ezt a gurut, akkor nem baj, akkor lehet kételkedni, feltenni kérdést, miért ezt csinálta, miért azt csinálta. De mikor eldöntöttem, igen, ő a gurum, és útra állok, akkor nem szabad már, ezt Prabhupád mondja, akkor Prabhupád mondja, hogy teljesen makulátlanul el kell fogadni gurut. Amikor már elfogadtál, akkor már nincs kétely. De, és hogyha hamist elfogadtál, te vagy a felelős. Prabhupád mondja, az a mi felelősségünk. Jó megtanulni, hogy találjunk igazi gurut, de mikor találtunk, akkor nincsen kétely. Mert akkor kész, akkor nem fogunk. Mert akkor mi, akkor ez sértés? Baladev ellen, Krishna ellen. Jó? Köszönöm szépen. Krishna, Sisi Krishna Balaram ki jaj, Sisi Radha Shyama Sundar ki jaj. Srila Prabhupád ki jaj, Sri Guru Tattva ki jaj, Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda ki jaj.